Katica és a Sárik Péter trió egy Bartók Béla művel kezdték koncertjüket a Pécsi Kodály Központban október 29-én. A klasszikus zenét játszó hegedű művész és a jazz világából érkező zenészek egy különleges összeállítású műsorral várták a közönséget. Egy majdnem vadonatúj műsorral érkezünk, talán ez a harmadik koncertünk, amit ebben adtunk, Illényi Katica és Sárik Péter trió. Szerintem mind a kettő banda, mert a Katicát most lebandázom, de rá is az jellemző, hogy nagyon-nagyon sok stílusban működik, ugye ő klasszikus zenét végzett hegedű művésznő, de hát a kiismerés mindenki ismeri, tudja, hogy énekel, tereminen játszik, steppel, és mindenféle stílusú dolgokat csinál a klasszikus zenén túl. A trióra ugyanez elmondható, mi gyakorlatilag Bartóktól az Eddáig mindent játszunk a saját műsorunkon keresztül, és a Katicával már ki se tudom mondani, hány éve játszunk együtt, de most mondtuk azt, hogy csináljuk egy olyan műsort, ami abszolút ránk van szabva, és összefogja ezt az egészet, amit az előbb elmondtam. Most figyeltünk, hogy ez leginkább klasszikus zene legyen és jazz egyben, tehát most a más stílusba nem megyünk el, viszont az előadásmódnál meg nagyon fontos, hogy megtartottuk azt a fajta lazaságot, amit a többi műfajnál megszokhatott a közönség, és azt gondolom, ez nagyon jól működik, mert sajnos mind a klasszikus zenéhez, mind a jazzhez hozzáragadt egy ilyen komolykodó, hivataloskodó, feszengve ülő stílus, tisztelt a kivételnek, de amikor az ember klasszikus zenei koncertre megy, akkor úgy azt gondolja, hogy viselkedni kell nagyon. Most nálunk nem. Nem kell viselkedni. Énekelünk együtt a közönséggel, és egyáltalán sokkal lazább az egész, és azt vettük észre, hogy ez mindenkinek annyira jól esik, hiszen koncertre azért megy az ember, hogy felszabaduljon, hogy katarzist éljen át, és hogyha megérzi azt, hogy itt most tényleg nem kell úgy ülni, hanem hátra lehet dőlni, és bármikor lehet tapsolni, akkor ez egy felszabadító érzés. Úgy csináltuk, hogy kicsit gondolatba visszamentünk mondjuk Bach korába, ahol teljesen normális volt, hogy minden zenész improvizál. Később a klasszikus zenészek maradtak csak a kottánál, és most éppen ránk a jazz zenészekre maradt az improvizáció. Tehát mindegyik mű a klasszikus témából indul ki, tehát eljátsszuk valamennyire az eredeti témát, és utána és közben jönnek az improvizációk, de alapvetően mindenféleképpen elhangzik a klasszikus zenei mű. Komoly zenészeket úgy nevelték, hogy nekünk mindig a kottát teljesen kottahűen, pontosan ugyanúgy kell lejátszani, a jazzisták pedig végig improvizálnak. Na most nekem kihívás az improvizálás, nekik pedig az, hogy kottahűen pont úgy, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon sokat beszélgettünk a megoldásokon, és néha azt éreztük, hogy bizony kell engedni neki is, nekem is, de azt hiszem, egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes hangulat és repertoár állt össze. És alig várjuk már, hogy játszhassuk, mert minél többet játszunk, annál inkább születnek olyan megoldások, amik megismételhetetlenek. Bach is lesz, Bartók, Chopin, Kodály, Debussy, nagyon sok, Huba Ilyenő, végigpróbálom, Hacsatúrján, nagyon sok. A koncertet a 25 éves Kerek Világ Alapítvány szervezte jótékonysági céllal. Először is nagyon-nagyon örülök és megtiszteltetés, hogy ilyen műsorra is hívnak bennünket, és hozzám nagyon közel áll ez a téma, mert az édesanyám gyógypedagógus, úgyhogy én pontosan ismerem ezt az egész hangulatot, mert tudom, hogy milyenek ezek az emberek. Én amikor már 5 éves voltam, akkor
az óvoda ott volt a kisegítő iskola mellett, anyukám nagyon sokat vitt át az ő iskolájába, az összes gyereket. Mai napig emlékszem a gyerekek nevére, és hogy mennyire jó kijöttem velük, úgyhogy tőlem egyáltalán nem áll távol ez az egész dolog. A koncert bevételét a Kerekvilág Általános Iskola javára fordítják majd. Ebben az intézményben fogyatékkal élő gyerekek oktatását, fejlesztését végzik.